Ciklus 2009. Hosszú utat tettem meg, és még hosszú az utam. Mennyi van még a hotelig? Még van. Nem tudom, mi lesz ennek a történetnek a vége, de azt tudom, hogyan indult. Ömerrel kezdődött. Ömernek volt egy barátja, akit szinte bátyjának tekintett. Amikor csak bajban volt, a segítségére sietett. Alinak hívták, de a helyiek csak a gúny nevén szólították. Észnél vagy, te jó ember? A képenbe nevetsz, miközben a kezed soha nem pihen. Hát mi legyen most? Tudod egyáltalán, hogy ki vagyok én? Nagyon jól ismerem önt, Ali úr. Maga a kaszinó biztonsági főnöke. Nem a nevemet kérdeztem. Hogy hívnak a legtöbben? Ali úr, én beteg vagyok. Magas a vérnyomásom. Istenre kérem, higgyen nekem. Hallgatni fogok, esküszöm. Hogy hívnak engem, mi? A fogós Alinak. Ne! Hagyjatok! De ne! Ömernek volt egy gyerekkori barátja, akivel elválaszthatatlanok voltak. Jó cimbora volt, de minden rossz forrása. Cengiz. Elson asszony fent van és keresi. Ez az utolsó kör. Hát ma szerencsés napom van. Aztán ott van Ömer kedvese. Valaha őrülten szerette. Még nem jött egy lány, akiért az életét is odaadta volna. Eishan. Jó reggelt. Szóltam a férjének. Az utolsó kör is jön, igaz? Igen. Mert ugye ma jó napot fogod ki. Maga ezt hogy csinálja? Képtelen vagyok felfogni. Úgy olvas bennünk, mint egy nyitott könyvben. Nem mindenkiben, Aileen. Csak abban, aki szeret engem. Jó reggelt, Eishan asszony. Önnek is. A vendég, aki a királyi lakosztályba jön, megérkezett már? Nem, de hamarosan megjön. Ezel úr először jön a szállodánkba, szeretnénk, hogy elégedett legyen mind a hotellel, mind a kaszinóval. Úgy lesz, asszonyom. Különleges kérés? Ami azt illeti, van. Nem akarja, hogy bárki is bemenjen a szobájába a tudta nélkül, az asszisztense külön kiemelte. Rendben. Nagyon titokzatos a mi vendégünk. Ömer jó gyerek volt, de volt egy nagy hibája. Túlságosan bízott az emberekben. Azt gondolta, akit ő szeret, azt ismeri is. A szól én felvilágosítottam volna. Ugyanis a helyzet az, hogy minden árulás a szeretettel kezdődik.
Az én nevem Ezel. És azért jöttem, hogy bosszút álljak. Magyar hangok. Vitián Ottó, Németh Borbála, Dányi Krisztián, Galbenisz Tomas, Molnár Ilona, Zsuzs Kati, Pálfai Péter, Várdai Zoltán, Cseder Gábor, Bertalan Ágnes, Cető Roland, Bogdán Gergő, Forgács Gábor, Versényi László és Varga Gábor. Magyar szöveg Kis Barnabás, vágó Kozma Judit, gyártásvezető Mázsár Gyula, hangmérnök Bán Péter, szinkronrendező Kozma Mari. A szinkront az RTL Klub megbízásából a Mikroszinkron készítette. Ezzel bosszú, mint halálig. Ezen nézd, itt van keleti masszázs is. Ne kérjünk. Lemegyünk, kicsit ellazulunk, úgyis hosszú volt az út. Nem akarsz? Két éves, nőtlen. Általunk ismert rokona nincs. Született Isztambulban. Ezzel 4 évvel ezelőtt bukkant fel. Korábban senki nem hallotta a nevét. Monte Carlo, Vegas, Buenos Aires. Legalább 20 nagy játékban ismert a neve. Sokat nyer, sokat veszít. Pontosabban hol hatalmas összeget szór szét, hol pedig a legjobbakat veri meg. Valahogy megfogható? Nehezen. Priusza nincs. Egyetlen kaszinóból sincs kitiltva vagy nyilvántartásba véve. Szinte fedhetetlen. Ez nem jó hír. Nem jó, testvérem. Hol eltűnik, hol felbukkan. Nagyban játszik. Aztán megint eltűnik. Nem lehet tudni, honnan van a vagyona. Igazából senki nem tud róla semmit.
fel ezt a számot. A biztonságiaknál van egy barátunk. Mond, hogy a fogós Ali kéri, ha tud valamit erről az ezerről, mielőbb közölje velem. Jó, de egészen pontosan mire kíváncsi, uram? Mindenre! Ha ezek nagyban játszanak, tempó, szállodákat képesek felfuttatni vagy tönkretenni. A kezükön dollármilliók mennek keresztül. Inkább itt kössenek ki, mint máshol, nem? Érted? augusztus. Ali kezében híres fogójával. 2006. május. Cengiz berúgott. Véres rablás a kaszinóban. Filmekbe illő rablás. Egy biztonsági őr meghalt. Az év legsikeresebb turizmus szakos hallgatója. Ide hallgass! Mostantól a fickó minden mozdulatáról beszámolsz. Talán gyanakszik valamire? Mióta is dolgozol te itt, Teffo? Egy hete? Hát, akkor érthető. Még fejlődnünk kell, barátom. Hogy gyanakszom-e? Az nekünk kötelességünk. Ismerem én ezeknek a fajtáját. Titokzatos embernek állítják be magukat, de valójában gyáva férgek, akik a saját árnyékuktól is megijednek. Elhiszed? Természetesen, uram. Minden mozdulatát hallod? Minden egyes mozdulatát? A velejéig meg akarom ismerni ezt a fickót. Mit eszik, mit iszik, milyen nők tetszenek neki, milyen édességet szeret, jobb vagy balkezes? Melyik csapatnak szurkol, hol volt eddig, hogyha külföldön, akkor merre? Egy szóval, ki ez az ezel bajraktar? Isztambul 1997. Lassan, fiam, állj meg! Most hova megy? Előre szaladt megnézni, hol van a bátyja. Ömer 12 évvel ezelőtt a hadseregtől jött haza. Egy teljesen új élet reményében. Nekem a szemem, hogy lássam a fiaimat. Menjetek akár a világ végére, amikor visszajöttök, ezer ember közül is felismerem az illatotokat. Úgy szeretlek, édesanyám. Hogy vagy, édesapám? Istennek hála. A fiam éppen egészségben hazajött a katonaságtól. Hogy lehetne ilyenkor az ember? Várj egy percet. Apámmal beszélgetek. Csak ők is itt vannak. Kik? Thank you.
plegykálni fognak. Úgy hiányoztam, majd megbolondultam. Elég már! Adjátok abba az enyelgést, ott hagytunk mindent, hogy láthassunk. Ali bátyám. Na, gyere ide! És mi az, hogy bátyám? Kész ember lettél, most már csak Ali. Várj egy percet, legalább amíg magamhoz térek, hadd mondjam, hogy bátyám. Jó, rendben. Hát te? Már megint itt áll? Csak a jöttödre egy kicsit. Nem is olyan kicsi ez. Most mit tegyek? Jöttél volna gyorsabban. Hát gratulálok. Nem baj, te majd kijózanítasz. Jó, hogy vagy. Egy képet. Fura vagy. A seregnél egyszer gyakorlatra vittek minket. Egy sötét barlangba kellett bemenni. Ömer. Egyszer csak a hadnagy kiadta a tűzparancsot. Nekem éppen ökölben volt a kezem. Nem nyitottam ki. Mert gondolatban a te kezedet fogtam. Féltem, hogy ha kinyitom, akkor elmész tőlem. Eléggé vicces volt. A hadnagy próbálta kinyitni, én megszorítottam. És aztán kinyitottad? Muszáj volt. Parancsot kaptam. De láthatod, nem mentem sehová. Mert elkésünk, és anyukád még azt mondja, hogy nem vagyok méltó a kisfiához. Anyám az ilyen dolgokra nem ad. Nála a lélek számít. Ne mondd már. Akkor bennem vajon mit lát? A lányt, akibe a fia szerelmes. Gizsén voltál. Dzsengiz csokornya kendőzve fel. Nem Mümtaz bácsi, csak kell a munkahelyemen. Tudod, megnyílt a parton egy hotel, abban pedig van egy kaszinó. Dzsengiz most ott dolgozik. Az mi az, valami zenés, táncos hely? Dehogy is, az csak játékterem, anya. Angolul kaszinó. Okos vagy, mert? Te is az vagy, sőt, mind a ketten. Mégis elfelejtett, hogy a szerencsejáték Isten színe előtt bűn. Mümtaz bácsi, én ott csak dolgozom. Én ott nem játszom. A bűnösen szerzett pénz nem segít. A bűnös pénz csak bajt hoz. Mümtaz bátyám, ezt mondott persze. De oda olyan emberek jönnek, akik, hogy mondjam, kiélvezik a gazdagságukat. Minden téren. A gazdagság itt van. A szívére mutatott. A szívnek kell gazdagnak lenni. Ebben a házban másmilyen gazdagságnak nincs helye. Nem így van, Ömer? Bátyám, Eysan mondta már? Mit? Néhány napja már Eysan is ott dolgozik a szállodában. Nem is tudott róla? Áj, akkor most elszóltam magam, én hülye. Hol is kezdtél el dolgozni? Nem értettem. Ebben az izében,
A játékteremben. Csak én nem a teremben vagyok, hanem a recepción. Igazán? Eysan kérdezte, hogy van-e ott állás, nézzek utána. Én meg rögtön intéztem is neki egyet. Jóban vagyok az ottaniakkal. És az iskolával mi lesz? Általában este kell dolgozni, és jól fizetnek. Szakmai gyakorlatnak is jó. Tetszik tudni, én turizmust tanulok, és mondom, a recepción vagyok. Annak semmi köze a játékteremhez. Én elhiszem, lányom. De akkor sem neked való hely. Megnézem a teát. Biztos kész. Sajnálom. El akartam mondani, de valahogy nem jött össze. Persze. Igazad van. Ezért most tényleg utálhatsz. Nem értem, miért nem lehetett elmondani. Mindegy, most megtudtad. Féltem, hogy haragudni fogsz. Féltél, de azért csak oda mentél. Igen, mert később már nem biztos, hogy dolgozni engedsz. Ezt meg hogy érted? Úgy, hogyha például lesz egy gyerekünk. Veled bármikor lehet. Rendben. Az lesz, amit az uram akar. Bocsánat. Nagyszerű lány. Komolyan. Már a hotelban is felfigyeltek rá. A vezető recepciós nagyon kedveli őt. Ezzel ne viccelődj, Csengész. Jól van, na, csak úgy mondtam. Eysan szép lány. Persze, hogy megnézik. Ugyan azt hiszed, hogy hagynám, hogy lecsapják a kezedről. Rajta tartom a szemem. Ne tedd. Eysan tud magára vigyázni. Most mi a bajod? Én csak téged védelek, haver. Na, mindjárt megérted. Szóval, ez a kaszinó egy egészen más világ. Mihez képest más? A megszokotthoz. És a nőknek ez gyakran imponál. Persze tudjuk, hogy ti szeretitek egymást, ezzel nincs is baj. Sőt, sosem újjon el, de minden a szerelemről szól, haver. Ha ez a lány megismeri ezt a világot, és beletanul... Na jó, inkább menj, Jenkins. Én se vagyok nyugi. Csak két dolgot jegyez meg. Pénz és meglepetés. Mert a lányok ezeket szeretik. Eysan nálam soha nem a pénzt nézte. Senki nem a pénzt nézi, bátyám. Hanem azokat a dolgokat, amiket a pénzem megvehet. Aki pénzt keres, meglepetést szerez. Ha pénzt keresel, meglepetést szerezhetsz akár Claudia Schiffernek is, és gond nélkül megkaphatod. Én szégyellem magam helyette, Csengész. Szent a béke. Összese vesztünk. És megszoktam az őrültségeidet. Ciprus 2009. Ezzel! Mi történt? Ez volt életem legboldogabb napja 12 évvel ezelőtt. 12 éve én a világ legboldogabb férfia voltam. Mit akarsz ezzel? Sebnem. Camilla. Én megosztottam veletek egy titkot, ami továbbra is rátok van bízva. Mire készülsz? Ami ma itt elkezdődik, más lesz minden eddiginél. Ezzel? Miről beszélsz? Arról, hogy kiegyenlítettétek a számlát, és elmehettek, ha akartok. Ez most mit jelent? Én a mai napon rálépek arra az útra, amire évek óta készülök. Azt viszont nem kérhetem senkitől, hogy jöjjön velem. Ha velem tartotok, könnyen veszélybe kerülhettek. Ha nem jöttök, jogotok van elmenni.
Döntsétek el. Nem nézzük meg! Valahogy ez sem jó. Fölösleges. Bármit rakok rád, eltörpül a szépséged mellett. Kedves vagy? Amúgy tetszik? Nagyon szép. Vár a vacsora, gyere, ne késünk el. Mi bánt? Semmi, hagyjuk ezt, Dzsengész. Mi a bajod? Látom, hogy van valami. Lennél szíves elengedni? Mondd, mit akarsz még, Eysen? Mit akarsz még? Már mindened megvan. Minden, amire vágytál. Nem akarok semmit, csak hogy leszállj rólam, Dzsengész. Hadd, hogy levegőhöz jussak. Mondjam, mi a te bajod? Hogy mindig mindent akarsz, de cserébe senkinek semmit nem adsz. Mint valami hisztis gyerek, neked mégis mit adhatnék? Ha? Szeretetet? Csak ennyit? Már nem emlékszel, ugye? Mi volt ma? Mi történt? 12 éve ezen a napon mi történt? Lent találkozunk, addig még járunk egyet. Mesélj nekem erről az esti játékról. Ezzel úr, erre tessék! Leghátul van egy külön terem, ott fogunk játszani. Jön egy Rahmi nevű ember. Vele igazából nincs gond. Viszont Bulgár is benne van a dologban. Őt elég jól ismerem. Kemény dió. Elmondom majd, hogy mire figyelj. Kellemes estét. Nagyon köszönjük. És persze, Dzsengész. Ők a legjobbak. Nálam is jobbak. Ne viccelj már! Nálad senki nem jobb ezen. Akkor forgatod a gyűrűdet, amikor hazudsz. Miért tenném? Nem értem. Eysen is beszokott ülni? Néha. Ha nagy a tét, általában beszáll, vagy ha mondjuk érdekli valamelyik játékos. Nézek ki. Jó képű vagy, gazdag, elegáns. Isztambul, 1997. Ali bátyám, elmehetnék ma egy kicsit korábban. Miért is? Megígértem Eysennak, hogy elviszem valahova. Dzsengész mondott tegnap valamit. Lehet, hogy igaza van. Tényleg komolyak a szándékaid? Tényleg. Ne hennyek is, pajtás. Elkötelezni magunkat már ilyen fiatalon. Tény és való, hogy ez az Eysen szép, meg csinos, de ebben a korban vergődni gyerekkel, asszonnyal. Ne légy bolond! Ali bátyám, én ebbe a lányba szerelmes vagyok. Látom, mindjárt elsírod magad, de most inkább ne borulj a nyakamba. Tartsd! Egy nap úgyis megőrülök, és úgy itt hagyom ezt a mocskos helyet is, a pincs! Meglásd! Jó munkát! Szevasz, Olgun! Mi újság, mester? Megvagyunk, fiam! Öcsi, menj, cseréld le az olajat a kocsiban! Ha a kezem meg is áll, a lábam soha! Te meg mit röhögsz? Mi ennyire vicces? Bocs, semmi olyasmin. Még új gyerek vagy, mi? Akkor meg pláne ne röhögj a képenben.
Nem magán nevettem. Ne feleselj! Menj és intézd a kocsit. Gondolom, ez is a hegyről tévedt ide a kecskék mellől, igazam van? Ezek miatt ilyen elfuserált ez a város. Hát, megint a vadállattal jöttél. Igen, csak egyszer mennél vele át a városon. Ebben még melléd is beugrálnának a nők. Gondolom. Csak kár, hogy itt egy kicsit megkopott a fényezés. Merre? Hol? Mutasd! Hát pont itt! Mit csinálsz ember? Te normális vagy? Ali bátyám! Átnézzük ezt a golyós csapágyat is, mester, igen? Ha még egyszer azt látom, hogy modortalan vagy, rárakok még vagy 100 lóerőt, és kiékelve mész haza innen. Megértetted, mester? Ha igen, akkor bólincsám 2 rövidet. Halott vagy, tudod, ugye? Kinyirattad magad? Ja, mert hogy téged itt ismernek, ugye? Engem is, apukám. Tudod, hogy mi a bece nevem? A fogós Ali. Sejted már miért? Bátyám, azért ezt nem kellett volna miattam. A fogós Ali, mi? Még mindig itt vagy, te gyerek. Indíts és vidd el valami baró helyre a csajodat. Ömer. Gyere. De ez nagyon drága hely. És? Isten hozott, tényleg ez. Örök hála. Ne viccelj már. Jó szórakozás. Mit keresünk mi itt? Egy kis meglepetés. Egy nap mi is ott fogunk majd ülni. A parton? Miért is ne? Talán nem érünk annyit. Egy-két év múlva én olyan mester leszek, mint Ali. De ide egy mester fizetéséből sem tudnánk beülni. Egy fogástettünk fizetése még nem tűnt fel. Eysen, te miért velem vagy? Milyen hülye kérdés ez? Lehetnél akárkivel, bármelyik férfival. Szebb vagy itt minden nőnél. Akkor miért pont velem vagy? Nem nagyon értelek, Ömer. Eysen, őszintén, te tényleg szeretsz engem? Nem. Mi az a szeretet?
Mindenki szeret valamit. Az élet bonyolult, egymásért szinte semmit sem teszünk, sőt, azzal, hogy meghalunk, a másikat is tönkre tesszük. Én téged nem akarlak szeretni. Még nem tudod, Ömer, de te engem a haláltól mentettél meg. Te vagy az egyetlen jó dolog. Te vagy a szívem. Ha te nem volnál, Eysán se lenne. Szóval akkor nem szeretsz? Nem. Hát én se téged. Ciprus 2009. Bocsáss meg. Ugye megtudsz? Ugyan már. Te Dzsengiz Atalj vagy. Lehet neked nem megbocsátani? Hát igen. Ez így van. Ördögi alak vagyok. Ugye? Igen. Te pedig pontosan ezért szeretsz. Igaz? Még a pokorra is eljönnél velem. Ugye? Azt mi már megjártuk. Keres rosszabb helyet. Ma este lejössz a játékra. Aludnom kellene. Gyere le, kérlek. Ma este csak érted játszom. Szeretlek. Én is szeretlek. Köszönöm. Foie gras du canard. Aha, biztos. És az mi? Borban pácolt libamáj. Mm. Erőszakkal megtömik az állatokat. És mikor jó zsíros a májuk, levágják őket. Most ezt miért kellett? Sajnálom, te kérdezted, mit eszel. Lejöttem veled ide enni. Még ki is rittyentettem magam. Erre ez a hála. Mi a baj? Ezzel? Választottál már az étlapról. Jól vagy, Ezzel?
mostantól a tiéd. Isztambul, 1997. Apádtól kaptam, amikor összeházasodtunk. Megígértette velem, hogy egyszer neked adom. Hogy a te örökséged legyen. Ő is az édesanyjától kapta. Most betartottam az ígéretemet. Te is ezt mondd majd a feleségednek. Drága édesanyám. Na, eredj a dolgodra, úgysem tudsz nyugton ülni. Bátyám, te hova mész? Majd este jövök, miért? Légy színe, rosszat álmodtam, nagyon muszáj elmenned. Nem megyek messze, és estére itt vagyok. Bátyám! Megfordult és visszanézett. Akkor még látjuk.